piaci körkép. A zöldségek és gyümölcsök nagy része jelentősen drágult, a legnagyobb változás a sárgarépánál figyelhető meg. Panasza van, segítünk. A kereskedőváltással és közműcsatlakozással kapcsolatban felmerülő kérdésekre adnak választ a legújabb fogyasztóvédelmi füzetek. Nyaraló biztosítási szezon. Szeptemberben és októberben kötik a legtöbb biztosítást a víkendházakra. A csapadékmentes száraz nyári időjárás nem kedvezett az őstermelőknek. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A sárgarépa ára közel a duplájára nőtt a tavaly ilyenkori árhoz képest, de a paradicsomnál például nincs jelentős árváltozás. Az almával viszont hadilában állnak a kereskedők és a termelők is, hiszen az elmúlt hónapok léalma botránya rányomta bélyegét az étkezési almára is. A termelők szerint el kell felejteni a 100 forintos árakat, senki nem tudja olyan olcsón adni a termékeit a járulékos költségek miatt. Ez a hölgy éppen a 400 forintos szilvák közül válogat. Az eladók szerint jobban keresik ezt, mint a 300 forintos körtét. A gyümölcs népszerűségének oka, hogy kalóriaszegény, C-vitaminban és ásványanyagokban gazdag, az A-vitamin tartalma pedig jótékony hatással van a látásra. Ezért előszeretettel vásárolnak belőle akár nagyobb mennyiséget is. A tavalyi évhez képest a szilva ára csökkent, mivel több termés volt az idén, mint a tavalyi évben. Tehát most már csak a hűtőházas szilvák találhatók a piacon, amik hűtőbe lettek tárolva. Tavaly évben körülbelül 600 forintos áron ment ebbe az időszakban, most egy 3-400 forint körül mozog a szilva ára. A kevés eső nem kedvezett a zöldségeknek. A kiskertekben már nem divat a kiságyás sárgarépa és petrezselyem termesztése például. Ezt inkább az idősebb generáció termeli, akik ha idén nem tudtak megfelelően locsolni, nem termett meg a sárgarépa. Tavaly ilyenkor olyan 200-250 forint, most meg 400-450 forint. Ettől lejjebb is vannak, de minőségtől függően. Van, ami görbébb, vagy esetleg kicsit göcsörtös, vagy sérült, az olcsóbb nyilván. De szívesen elviszik, mert gyors fogyasztásra felhasználják. Mert olcsóbb, és nem mindenki teheti meg, hogy a drágábbat megvegye. Tavaly ilyenkor akár 300 forint körül is be lehetett szerezni a piacon az étkezési almák bármelyik fajtáját. Most azonban van, aki alig 100 forint felett tudja eladni, pedig a minősége semmit sem változott. Az árváltozás befolyásolta, hogy idén a sokszorosa termett meg a tavalyi alma mennyiségnek, és nem tett jót az elmúlt hónapok léalma botránya sem. A léalma ára annyira befolyásolja, hogy 150 forintot is így még sokalják az almáért. Mert tudják az emberek, hogy 20 forintért, meg 12-ért szedik. A nagy felvásárlók 20-ért, ahova a nagy termelők viszik be, a kis termelők viszik a kisebb helyekre, ott csak 12 forintért szedik a léalmát, mert még ezek leadják a nagy üzemekbe. A termelők kiemelték azt is, hogy lassan el kellene felejteni ők a vásárlóknak azt, hogy 100 forintért vagy az alatt vesznek meg bármilyen terméket. Ennek az az oka, hogy a termeléshez szükséges eszközök, vagy például a benzin ára folyamatosan emelkedik, nekik pedig ezeket a járulékos költségeket ki kell termelniük. Az őstermelőket ellenőrzi október 15-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV honlapján közzétett tájékoztató szerint elsősorban azok számíthatnak ellenőrzésre, akik nem teljes körűen szerepeltették SZIA bevallásukban a folyósított támogatások összegét, illetve a felvásárlók által részükre fizetett összeget. Ellenőrzésre számíthatnak továbbá azok is, akik helytelenül határozták meg járulék alapjukat, nem vagy nem megfelelő összegben vallották be az egészségügyi hozzájárulás adónemben keletkezett kötelezettségeiket, illetve jogosulatlanul érvényesítettek SZIA kedvezményt. Az adóhatóság közleménye szerint kiemelt feladat a bejelentési kötelezettség megfelelő teljesítésének ellenőrzése is. A kereskedőváltással és a közműcsatlakozással kapcsolatban felmerülő kérdésekre adnak választ a legújabb fogyasztóvédelmi füzetek. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal Panasza van, segítünk sorozat újabb két kiadványával segíti a lakosságot a legfontosabb fogyasztóvédelmi ügyekben. Céljuk, hogy növeljék a fogyasztók tudatosságát és ezzel megelőzzék a vitáshelyzeteket. Ez a füzet az energia és közműszolgáltatók között segít eligazodni a fogyasztóknak.
A kiadvány egyike annak a két új füzetnek, melyet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jelentetett meg a Panasza van, segítünk sorozatban. A fogyasztóknak szeretnénk tájékoztatást nyújtani és segíteni őket abban, hogy pontosan tudják, hogy milyen szerződésekkel kell rendelkezni, és milyen szolgáltatókkal kell szerződésbe lépniük. A hatodik kiadványunk pedig a közműcsatlakozásról szól, amelynek az apropóját az adta, hogy ma Magyarországon a statisztikai hivatal adatai szerint megnőtt az új lakások száma és az új építésű ingatlanok száma. Ebben kívánunk segítséget nyújtani, hogy hogyan tudnak csatlakozni a közműszolgáltatókhoz, energiaszolgáltatókhoz. A Panasza van, segítünk kiadványsorozat célja, hogy tájékoztassa a felhasználókat a legfontosabb fogyasztóvédelmi ügyekben, ezzel is megelőzve a vitás helyzeteket. A fogyasztókat egyrészt a budapesti ügyfélirodánkban tudjuk segíteni, illetve telefonos, e-mailes elérhetőségeinken keresztül. Ezek a kiadványok fontos részét képezik fogyasztóvédelmi tevékenységünknek. Most már az 5. és 6. füzetet jelentettük meg a Panasza van, segítünk sorozatban. Ezeket a kiadványokat letölthető formában hivatalunk honlapján is elérik, illetve közülük többet animációs filmként is feldolgoztunk. Hiszünk abban, hogy minél tájékozottabb egy fogyasztó, annál kevesebb vitás esete lesz. Ez nem csak az ő érdeke, hanem a szolgáltató és a hivatal is, ezáltal időt, energiát tud megspórolni mind a három fél. A Panasza van, segítünk sorozat kiadványai, amellett, hogy letölthetők a hivatal honlapjáról, nyomtatott formában is elérhetők a fogyasztók számára, a megyei kormányhivatalokban és a szolgáltatók ügyfélcentrumaiban is. Októberben indul a víkendházak biztosítási szezonja. Az üresen hagyott ingatlanokat érdemes rendszeresen látogatni, figyelmeztetnek a szakemberek, de a szomszédok is sokat segíthetnek az ingatlan tulajdonosoknak. Bár nem emelkedtek idén az ingatlan biztosítási díjak, a nyaralók biztosítása még mindig sokkal többe kerül, mint az egész évben lakott házak, illetve lakások biztosítása. Szeptemberben és októberben mintegy 20%-kal többen kötnek ilyen jellegű biztosításokat, mivel az üresen hagyott ingatlanokra nem csak a betörők jelenthetnek fokozott kockázatot, de az időjárás is komoly károkat tud okozni. A biztosítókhoz beérkező panaszok esetében előfordul, hogy a tulajdonosok nem megfelelő állapotban hagyják maguk mögött a nyaralókat, ami kellemetlen vitákhoz vezethet a társaságokkal. Nagyon fontos, hogy minden olyan veszélytelenítést tegyenek meg, miután ott hagyják az ingatlant, hogy a villanyvezetékek ugye rendben legyenek, le legyen zárva, víz ne legyen ugye nyitva hagyva, ne történjen fagyáskár, illetve a megfelelő zárvédelemről is gondoskodjanak. A szakember szerint nem érdemes próbálkozni a rendszer kijátszásával. Kárfelvételnél mindig ugye nagyon körültekintően jár el a biztosító, tehát elsődlegesen ilyenkor megnézik ugye a különböző szolgáltatóknak a számláit, amiből kiderül, hogy életvitelszerű lakás vagy lakhatás történik-e, és hogyha ez bebizonyosodik, hogy nem így van, akkor sajnos a kárkifizetést el is utasíthatják. A kármegelőzéssel kapcsolatban a biztosítók széles körű felvilágosítást adnak, amelyek betartása esetén általában 100%-os kártérítésre számíthatnak az ingatlan tulajdonosok. A biztosítók szerint érdemes együttműködni a szomszédokkal, akik egy-egy vihar után ellenőrizni tudják az ingatlan állapotát. Sikerült megállapodni Pák Imrével, így december közepéig marad Nyíregyházán a Munkácsi kiállítás, jelentette be Kovács Ferenc kedd délután a Józsa András Múzeumban. A város polgármestere elmondta, a tárlat nagy népszerűségnek örvend, eddig több mint 18 ezeren tekintették meg az egyik legnagyobb magyar festő képeit. Még késő délután is sok látogató érkezett, hogy megtekintse a Munkácsi képeket a Józsa András Múzeumban. Az egyik legnagyobb magyar festő alkotásaiból még június végén nyílt tárlat Nyíregyházán. Az érdeklődés a kiállítás iránt pedig eddig várakozáson felüli volt. Nagyon sok diák az, aki megnézi a kiállítást, nagyon sok nyugdíjas klub, aki szintén jön ide és érdeklődik és megnézi a kiállítást. Nem csak a városból, hanem megyeszerte vannak érdeklődőink, akik eljönnek ide a múzeumba, de bátran merem azt is jelenteni, hogy a környező országokból, tehát úgy értve, hogy Felvidékről, Kárpátaljáról és a Parciumból is jönnek ide látogatók. A kiállítás az eredeti tervek szerint október 14-ig maradt volna Nyíregyházán, azonban akkora érdeklődés mutatkozik iránta, hogy sikerült még 2 hónappal meghosszabbítani a múzeumban a Munkácsi 50 kiállítást. Ez idáig 18.255 látogatója volt a kiállításnak,
ugyanúgy szervezi a múzeum, mint a szehozókincseket, állatvezetéses, csoportos megtekintés. És hát az érdeklődés, hála Istennek, nagy. Több előjegyzés igény jelentkezett, ezért beszéltem Pák Imre úrral, ugye legnagyobb anyag az övé, 4 festmény érkezett Békés Csabáról az 50-ből, és megkaptuk a hozzájárulásukat, december 16-áig marad az egész komplex kiállítási anyag. Kovács Ferenc azt is elmondta, a szehozókincs és a Munkácsi 50 tárlat jó próbája volt annak, hogy ilyen volumenű kiállításokra van igény a megye székhelyen. Mint mondta, ez jó alapot ad arra, hogy a jövőben is tudjanak nagyszabású kiállításokat Nyíregyházára hozni. Mi ezt tervezzük, erre készülünk, viszont ehhez szükséges ismernünk azt, hogy mekkora az érdeklődés, konkrétan hány látogató van egy ilyen nagy, magas szintű kiállításnak. Ebben az évben ugye 2 is itt a múzeumban megrendezésre került. Nagyon sok munka van emögött, lobbizni is kell érte, nem beszélve arról, hogy finanszírozás igénye is van. Készül majd körülbelül decemberben, már folyamatban lesz a város költségvetésének az előkészítése. Én nagyon remélem, hogy egy újabb ekkora, ilyen volumen, ilyen szintű kiállítás a finanszírozásából is tudom majd számolni. Kovács Ferenc hozzátette, 2 természettudományos kiállítás van tervben, valamint Munkácsi után egy újabb nagy magyar festő, Szinyei Merse Pál képei érkeznek majd a Józsa András Múzeumba. Bogányi Gergely zongora művész koncertjét hallhatták kedvestől a zenebarátok a Kodály teremben. A Kossuth Díjas művész az esti előadást megelőzően délután az iskola diákjai előtt lépett fel óriási sikerrel. Bogányi Gergely első országos zongora versenyén 6 évesen éppen Nyíregyházán lett külön díjas. 10 esztendősen már a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába járt. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a Finn Zeneakadémián, valamint az Amerikai Zeneművészeti Egyetemen végezte. A Kossuth és Liszt díjas művész, a róla elnevezett Bogányi zongora megálmodója, a zenei igazgatója a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató versenynek. A művész fontos feladatának tartja, hogy tehetséges magyar fiatalokat segítsen, ezért is működik szívesen együtt a Virtuózokkal. Bogányi Gergely szerint nagyszerű, hogy a Virtuózok című műsor hatására sokkal többen érdeklődnek a klasszikus zene iránt. Az a szellemiség, ami tulajdonképpen egy egész országot jó értelemben befolyásolt, az nagyon jó és nagyon fontos, hogy most már Budapesten és vidéken, akárhol az országban, ahol ugye járok sokat, azt hallom, hogy a közbeszéd kezd értelmes módon is alakulni, virtuózoknak köszönhetően. Tehát az emberek családok is, úgy, ahogy említette, idősebbek, akár nagyszülők vagy szülők, és a gyerekek is drukkolnak a tehetséges, éppen kedvencüknek, és hogy ez egy kicsit így beépült a köztudatba, ennek nagyon örülök. A koncertet hosszú szervező munka előzte meg, mivel Bogányi Gergelynek a világ számos pontján vannak fellépései. A művész az esti hangversenyt megelőzően a Kodály Zoltán általános iskola diákjainak adott koncertet. Egészen apró gyerekek a szőnyegen ülve figyelték a boszorkányos előadást, ezt a hihetetlen technikát és zenei fölkészültséget, amit tulajdonképpen átlagember nem tud fölfogni. Nem értjük pontosan, milyenek ezek az emberek, ahogy a gyerekeknek szoktam mondani, pontosan úgy néznek ki, mint mi. Van 2 szemük, 2 fülük, kezük, lábuk, olyan emberformájúak. Most, ha ők emberek, akkor mi nem tudom, hogy mik vagyunk hozzá képest, de az biztos, hogy nem egy kategória a 2. És elmondom, hogy fogalma sem volt, hogy mit fog ma itt a koncerten játszani. Ez itt született meg, és minden kérésünket teljesítette. Bogányi Gergely a következő néhány hétben 19 koncertet ad Magyarországon és a határon kívül Finnországban és Amerikában, ahol Schumann, Liszt és Mozart zongora versenyeivel lép fel, és lemezfelvételt is készít majd.
Egy sikeres szezon utáni pihenőjét tölti Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető 64 méter 37 centiméterre javította egyéni legjobbját, és több hazai, illetve külföldi versenyen is az élen végzett. A 24 esztendős atléta november elején kezdi el a felkészülést a jövő évi versenyekre. Hosszú szezon fáradalmait piheni ki Szikszai Róbert, aki elégedett lett az elmúlt hónapokban nyújtott teljesítményével. Kerekes László tanítványa utolsó versenyén Szentesen 62 méter 39 cm-es eredménnyel végzett az élen, és mivel a hagyományos ciprusi évadzáró diszkoszvető gála ezúttal elmaradt, elkezdődött a megérdemelt pihenő. A 24. életévét nemrég betöltő atléta májusban egyéni csúcsot dobott, aranyérmet szerzett az országos bajnokságon, valamint több nemzetközi versenyen is felállhatott a dobogó tetejére. Hát ez azt mondom, hogy nagyon úgy alakult, ahogy szerettük volna. Ugye másfél méterre megjövítettem az egyéni csúcsomat, ami az lett volna a terv. Ugye 64-37-et dobtam Szombathelyen, 63 méter fölött van a legjobb 5 versenyem átlaga is, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. Jó állapotba kerültem már télen fizikailag, ugye itt inkább a technikai részét kellett nekünk összetenni, ami úgy látszik, hogy én májustól sikerült. És nagy szerepet játszott az új menedzserem is, aki rengeteg olyan versenyre el tudott juttatni, ahol ugye nagyon komoly ellenfelekkel tudtam megküzdeni. A diszkoszvetők között még fiatalnak számító nyíregyházi sportoló elmondása szerint sokat profitált abból, hogy rangos ellenfelekkel szemben kellett dobókörbe lépnie. Ez az EB-n is már látszott, hogy ugye úgy tudtam versenyezni, nem izgultam magam szerint. Nem izgultam, mert ugye hétről hétre ilyen elég rangos mezőnyben állok körbe, és így már úgy rutinosabban tudok egy nagy világversenyen is dobni. Nagyon jobb vagyok, hál' Istennek az ellenfeleimmel, igazából hétről hétre viszonylag elég szűk az a mezőny, aki így ide befér. Egy ilyen 30 főről beszélünk, tehát igazából elég jól ismerjük egymást, és jó kapcsolatunk is van, mert amúgy nem is lenne jó a verseny. A fizikumát úszással, fallabdával és tenisszel karbantartó Szikszai Róbert november elején kezdi el a felkészülést a következő szezonra. Az első hónapban az erőnléti munkán lesz a hangsúly, még nem vesz diszkoszt a kezébe az atléta, aki jövőre a 66 méter elérését célozza meg. Október 19-én hazai pályán a gyulai Color ellen kezdi a szezont a férfi kosárlabda MB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. A továbbra is Kovács Tibor által irányított együttesben több szerephez jutnak majd a fiatal játékosok. Az elmúlt szezonban az alapszakasz második helyén végzett az MB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. A feljutás ugyan nem sikerült, de így is fennállása legjobb eredményét érte el a Kovács Tibor által irányított együttes. A negyedik szezonjukra készülő nyíregyháziak kosarasai tanulás, illetve munka mellett edzenek, így ezek az elfoglaltságok behatárolják az edző és a játékosok lehetőségeit. A nyári szünetben is történtek változások, így még akadnak kérdőjelek a keret összetételét illetően, az viszont biztos, hogy több szerephez jutnak majd a fiatalok. Még mindig nincs végleges keretünk. A tavalyi csapatunkból úgy néz ki, hogy az már biztos, hogy akiket felvettek tanulmányaikat Budapesten, illetve Debrecenben folytatják. Itt a debreceni tanulmányok mellett Nyíri Peti jelenállás szerint még marad a keretünkben, vállalta, hogy legalább két edzésen és a mérkőzéseken részt tud venni, illetve a rutinosabb játékosok közül egy-két játékosnak a szereplése munkahelyére, illetve sérülés miatt még képlékeny, itt Horváth Bencére, illetve Farkasinszki Gabira gondolok. Bízunk benne, hogy Gabinak a sérülése nem lesz olyan, hogy teljes szezont kell kihagyjon, illetve hát még a rutinosabb játékosok közé tartozik Takács Márti, illetve Zajácz Krisztián is, akik tavaly meghatározó játékosaink voltak. Az idén velünk edzenek, de a munkai elfoglaltságok mellett már nem tudnak 100%-osan részen az edzéseken. A Sunshine Nyikse a Hepkupában már pályára lépett a Nyíregyháza Blue Sharks ellen. A két cápák érvényesítették a papírformát és magabiztos győzelmet arattak. Az NB2-ben is elrajtolt a szezon, de Kovács Tibor együttese csak a jövő hétvégén játszik majd a bajnokságban. Úgy tűnik, hogy mi minden évben ugyanabba a folyóba lépünk. A kezdetekkor tavaly is sok problémával küzdöttünk a bajnokság kezdetekkor, mert a tervünk nem volt még kész. Most pedig jelenállás szerint az első fordulót is, mivel a Szolnok olajbányász bajnoki csapat második csapatával játszunk, ott elemelfoglaltságok van, illetve mérkőzés ütközés van. Az első fordulónk is elkerül, ami a következő hétvégén lenne, december elejére, úgyhogy az első hazai mérkőzésünk október 19-én péntek este lesz.
A Sunshine Nyikse első bajnoki meccsén a gyulai Color csapatát fogadja majd a Vánki torna csarnokában. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Az időjárási viszontagságok nem kedveztek nyáron a szabad területű zöldség és gyümölcs termesztésnek. Tavaly sok szilva lefagyott, ezért akár 600 forintért is el tudták adni. Idén viszont rengeteg termett, most 400 forint körül mozog az ára. A sárgarépánál viszont fordított a helyzet. Idén majdnem a duplájáért tudják eladni a termelők, mint tavaly ilyenkor. A kereskedőváltással és a közműcsatlakozással kapcsolatban felmerülő kérdésekre adnak választ a legújabb fogyasztóvédelmi füzetek. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal panasza van, segítünk sorozat újabb két kiadványával segíti a lakosságot a legfontosabb fogyasztóvédelmi ügyekben. Céljuk, hogy növeljék a fogyasztók tudatosságát, és ezzel megelőzzék a vitás helyzeteket. Ősszel kötik a legtöbb biztosítást a nyaralókra. Az üresen hagyott ingatlanoknál a kármegelőzés fontosságát hangsúlyozzák a biztosítók, de tanácsos a szomszédokkal is együttműködni az ingatlanok védelme érdekében. A szakemberek szerint nagy gondot kell fordítani a kármegelőzésre, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a biztosított nem kapja meg a remélt kártérítést. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 10-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat, addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Továbbra is anticiklon, a benne uralkodó leszálló légmozgás alakítja a Kárpát-medence időjárását. Az előttünk álló éjszaka többnyire derült idő várható. Éjszaka párássá válik a levegő. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derült, napos idő várható. A köd fokozatosan mindenütt felosztik, kitisztul az idő, csapadék nem lesz, a délkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő egy hét során lényeges változás nem várható. Folytatódik a front, illetve csapadékmentes időjárás, sok napsütésben lesz részünk. A hőmérséklet is csupán 1-2 fokkal csökken.